Jó napot, kedves nézőközönség! Én Mata Barna vagyok, és ez itt a Let's Play Codename Panzers Phase 1 következő része, és nem kaptunk érmét a küldetésért. Ma pedig nem tudom, hogy mit fogunk csinálni. Tisztelt Wilsonom! Hamarosan befejeződik a háború, és lehetséges, hogy következő levelemet már Angliából írom. A németeket sarokba szorítottuk, de mint bizonyára ön is megtapasztalta, sokkal vérmesebb ellenállásba ütköztünk minden bevetésünk alkalmával. Az az érzésem, hogy az előttünk lévő időszak még korán sem lesz olyan felhőtlen, mint ahogy azt már sokan áhítják. Arra kérem hát, vigyázzon magára, nehogy most már valami baja essen. Egyébként nem fogja elhinni, kivel találkoztam a minap. Épp egy német védőállást igyekeztünk bevenni, amikor váratlanul segítséget kaptunk. Már ha lehet azt segítségnek nevezni, amikor néhány megkergült francia berobbantja az egész bunkert, mi pedig foglyokat akartunk ejteni. Szitkozódtam is rendesen, de ugyancsak meglepődtem, amikor az egyik robbantgató vidáman a nyakamba ugrott és jobbról-balról megcsókolt. No, egy szóval az egyik francia, ami kedves barátnőnk Michel volt. Megkért, hogy feltétlenül emlékeztessem ön kedves Wilson a közelgő berlini találkozónkra, ahol majd a beígért söröket megisszuk. Üdvözlettel James Barnes főtörzsőrmester, az ön hű barátja. 1945. április 10. Utóirat. A nejlonharisnyákat Michelnek ajándékoztam. Barátocskám, rossz hírem van. Vladimir gyorsabban odaért Berlinbe. Na, konvojvadászat. Oké, Wilsonnal játszunk. Eddig is ezredesek voltunk? Oké. Induljunk csapatunk az állomásaitól délkeletre vezető útra, foglaljuk el a völgyben a német városokat. Legyünk óvatos emeletséges, hogy az ellenségi városokban vonta össze az utolsó erőit. Hát azután, hogy az Ardennekbe megsemmisítettem az utolsó erőiket, és nem volt túl nehéz, de minél, hogy ez kimondottan nagy problémát okoz. Hol vannak a páncélosaim? Ó, oh, valami csoda sasevészek van itt. Nincs titkos küldetés? Nincs. Ó, oh, ez aztán egy egész jó küldetés, ha jól emlékszem. Hogyha ez, amire gondolok. Ahhoz képest, hogy gyalogságot kell használni benne. Át tudom menni a jeepek a fákon másleg? Nem. Wow. Ez valami családi kripta? Metzen mi? Oké, 1903. Ja, biztos valami családi kripta. Ránézésre már Németországban lehetünk. Oké. Az ott csak hó, oké. Egy pillanatban azt mondom, hogy egy tüzérségi állás fülödiszállással. Ó, ez egy amerikai falu. Észre sem vettem volna. Hogy sunnyogunk. Annak a háznak mi van a teteje és a falak között? Wow. Mint a bedöglött volna a green screen. Kísérteties. Ja, nézd meg azokat a táblákat. Kutya legyek, ha ez nem csapda. És egyszer csak királytigris. A főhadiszállás van a vonalban. Itt Wilson. Figyeljen, ezredes. Az egyik felderítő pilótánk jelentése szerint egy német járműoszlop halad nyugati irányba a maguk körzete felé. Állítson nekik csapdát és semmisítse meg az egységeiket. Mekkora támadó csapatra számíthatunk? Javarészt teherautók, valószínűleg tömbe katonákkal, amiket páncélozott járművek kísérnek. Készüljenek ezredes, bármelyik percben odaérhetnek. Értettem. Oh fuck. Oké, verjük vissza a támadást. Most nem tudom, hogy Wilson miért van ennyire meglepődve azon, hogy evakuálják a lakosságot, vagy az elmenekül az arra haladó amerikaiak elől. Főleg, amikor hadseregként nyomulunk előre, de mindegy. Verd vissza a támadást. Azt mondta, nyugatról. Arra van észak, akkor attól balra, erre van nyugat. Erről nem jön út, fuck. Akkor melyik irányból kéne védekeznem, most halál komolyan? Ez út lenne az, ahonnan én jöttem, vagy ez út lenne az, ahonnan nem én jöttem? Szerintem az, ahonnan nem én jöttem. Legalábbis remélem. Rokon lélek vagy, Wilson! A géppuskásainkat berakjuk ebbe a házba. Feltételezem nincsenek tankállító hogy is hívják jaim? Tankállító lövegeim. Ó, ott látok egy fülhadiszállást. Azt bevesszük. Már csak azért is, hogy lássuk, hogyha arra jönnek a németek és beveszik a földiszállásunkat. Azok éjszakról jöttek, de ne zavarjon senkit.
Oké, mivel mi ház vagyunk, az ellenség pedig nem szétlőjük őket. Komolyan, az első reakciójuk arra, hogy benn van a házban az ellenség, az volt, hogy lőjünk rá bazukával. Mármint páncersekkel. Ehhez közben le is megy a nap. Oké. Ez csak egy előőrse volt egy teherautó konvojnak. Igen. Rengeteg teherautó, de a fogoly sem tudja, mi van bennük. Lehet, hogy lőszert szállítanak, de lehet, hogy náci tiszteket menekítenek. Hatalom ki, arany. Talán épp magát Hitlert. Kapják el azokat a teherautókat, Wilson, amennyit csak lehetséges. Igenis, tábornok úr. Elkapjuk őket. Most tetszik, hogy ezredesként vezetünk körülbelül 6 embert azután, hogy egy akkora páncélos erőparancsnoka voltunk. Van egy egész vadászbombázom, wow. Oké, gépusás zsípek, ezek hasznosak lesznek. És nem, ezt nem ironikusan mondom, ezek tényleg hasznosak. Főleg, hogy géppuskásban meg bazukások vannak bennük. Viszont benne adjuk ebbe a házba, ez jó olyan parancsnoki cuccnak. Viszont akkor az ellenség arról fog jönni, mert ez rohadt módon kelet. Slugerek! Haha! A slugerek ellen esélyük sincs. Még ez is azt mondja, hogy ez önjáró tankállító üteg. Komolyan. Márint a meg. Két tüzérségi ágyú. Oké, szóval északra van nyugat. Köszönöm. Az ott egy hetszer. Volt. Ezeket a bazukásokat berakjuk ide. Ezeket a bazukásokat berakjuk oda. Géppuskások kifele. Ide. Az ellenség végre bement a házamba, úgy tűnik megjött az esze. Talán. Aki arról pont nem tudunk erre lőni, mert azon az ablakon nem lehet kilőni valamiért. Na. A slugerekkel megfogjuk azt a... a slugerekkel megfogjuk azt a teherautót. Ezt a pár szerencsétlen géppuskást ide rakjuk. Oké, itt úgy látom, nyertünk. Ezeket a géppuskásokat egyel följebb hozzuk ide. Ezek a rakétavetősök jöjjenek ebbe a házba. Azért meg egy pár duc. És mi a házat lőjük, mert logika. Szuper. Nap. Hol mennek ezek a slágerek? Nem tudtuk kilőni a fucking teherautót? Nem már. Szerezd meg a műkincsel pakolt... szóval műkincsek vannak bennük. Tetszik, hogy kapott az a műkincs csomag egy bazukot állatot, és visszafordultak, fuck. Ezek gondolkoznak! Nem elszoktam. Na jó, üldözzük őket a slágerekkel. Ja, nem, megfordultak, oké. Visszamondtam. Azt ott van értelme megállítani, csak mert az ott egy üres féllánc talpas. Ne se tudja, mit skripteltek bele, lőjük ki. Na. Tudják-e a gyalogosaim tolni ezt a szart? Ahogy elnézem, tudják, oké. Ezt innen lecsatoljuk. Nem is kell a gyalogságon, vissza oda. Elmondjuk a féllánc talpassal. Ezt itt ideállítjuk. A terrótóval pedig kidobjuk a... szalintérceket, és ide hozzuk őket ebbe a házba. Mi pedig államilag lefoglaljuk azt, amit a németek államilag lefoglaltak. Oda jó irányba mésztek ki a városból. Barbár nem ismeri az utakat. Imádom, amikor összeakad az útkeresés. Na. Álljunk be ide. Hozzuk föl a javítókocsinkat. Légvédelmi ütegek. Oké, csak egy. Úgy látom, a tüzérségünkkel intézi a műkincseket. Finom amerikaisággal kezeljük a helyzetet.
Jó, ezeket ne szarjuk, ezek csak gyalogosok. Ha hadi anya, kit érdekel az? Na. A terrorautónkkal kivontatjuk azt a műklincset. Hogyha normális lenne az útkeresés, akkor ez egy baromi jó küldetés lenne mondjuk, de így rohadt idegesítő, hogy minden beállakad. Meg rossz irányba áll be a sorolók. Na. Ez jó helyen van itt? Vagy máshol vagy ugye? Fuck, szétrobbantották a terrorautómat, nem érne. Géppisztolyaikkal. Rott páncélterő géppisztolyok. Nem vagyok benne biztos, hogy Wilson bácsi a házban jobb helyen vagy az egyik slagerben. Ó, az egy tigris. Szerencsére van javítókocsim. Ez mindent tűnt, még a tigrist is. What the? Oké, okay, ezek szerint az LSG-nek van komoly tüzérségi ereje. Ez egy Sturmtiger lehetett. Nem, Panzernébel ver fel! Látom a Panzernébeleket, amiket ver fel felém. Megvan a célpont. Verfelő napjai véget értek. Oké, okay, jöjjünk vissza. Oké, okay, a félránctalbosnak azóta sem sikerült magára csatolni a műkincseket. Kihozzuk. Wow. Összeakadtak, amikor annyi volt a parancsuk, hogy fordulj. Oké. Okay. Ez szakértelem a javából. Oké. Okay. Na, újra pozícióban vagyunk. Köszönjük, Wilson. Nem számolja, hogy mennyit vittem eddig oda? Na mindegy, ez eddig három, ha minden igaz. Hogyha nem tolták el a németek az egyiket onnan. Tényleg megkülön, hogy ikiket elengedtem, hogy átfutnak egyen és eltolják az összes műkincset, amit eddig kimentettünk. Feltőzöm, ezt is be kell vennünk valamikor, mert eddig nem szokott viccből kirakni sehova zászlókat. Oké, ezt ide lepakoljuk. Jövünk vissza a következőért. Közben megnézzük a szagerekkel, hogy mi van, mert itt nekem gyanúsan nagy a csend. Lehet, hogy rájöttek, hogy meg tudják kerülni a falut. Ahó! Merre vagytok? Lehet, hogy az a baj, hogy ilyen maradt az a géppisztolyos osztag. De lehet, hogy az, hogy még nem vittem el a műkincseket. Tesó, ott az út. Ezek meg komolyan elfutottak a szágarak elől, oké. Na, ezeket, ezt így szépen visszavontatjuk. Slagerekkel most becsapjuk őket, most megyünk mégis utánuk. Fuck. Valami levitte a slagerem fél... Fuck. Egy Sturmtiger és egy királytigris? És két slagert kaptam? Vissza kell érnünk a javítókocsihoz, csak akkor meséljünk. Hogyha el tudnám lobni a németek láncolóit, akkor talán, de így. Nekem annyi. Fuck. Hol van javítókocsi, hol van javítókocsi? Hova raktam? Nem tudom. Ott van! Vesztettünk. Ez ilyen egyszerű. Tüzérséggel nem tudjuk megállítani a királytigrisüket. A Sturmtiger meg pláne, mert egyszerűen erősebb tüzérség, mint a miénk. A királytigris acélpont még mindig. Örülök, hogy ez milyen jól prioritizálja, hogy mit kell lőni. Igen, az a gyalogság a veszély. Egyértelmű, főleg, hogy direkt parancsunk van rá, hogy lőjék a fucking királytigrist. Van molotovunk. Wow. Oké, okay, kilőjük a királytigrist, de nem lesz lőszerünk a Sturmtigerre. Nálatok is van molotov? Nem, nem, van gránát. Oké, okay, megrohamozni a Sturmtigert. Oké, okay, először a királytigrist. Mert elfogyott a lőszer. Megszólik a Sturmtiger mágnesoknákkal. Királytigris megrohamozzuk gránátokkal, mert a kézigránátok olyanok, hogy elpusztítják a királytigrist.
Haha! Siker! Oké, rakjunk rá még egyet. Ó, egy elég volt, wow! Nem is tudtam, hogy ezek ilyen OP-k. És még valaki azt mondta nekem, hogy jobban Molotov. Rád nézek, nem tudom, milyen neved. Aki még a másik videóban azt kommentálta, hogy fölösleges a Wagner csakna. Na, elméletileg van valahol még egy adag műkincs. Mert ledaráltunk egy konvoi csoportot. Ha jól emlékszem, egyet elengedtünk véletlenül az elején, szóval még egynek kéne lennie. Viszont átviszik egy másik épületbe. Kicsit jobban egybe van. Az a baj, hogy csak meghatározott számú mágnesaknánk van, és aztán még két egész páncélos ki tudunk így nyírni. Tehát kicsit veszélyes a szituáció. Hol vagyok még belőlem? Nem tudom. Na, nézzünk szét a félánc talpasra az úton. Hát, hogy ezt legőrrel még kilőttük a terrorautót, azért nincs itt az utánfutó. Ja, úgy tűnik. Oké, ez a negyedik. És akkor reméljük, hogy az ötödik konvoj nem lesz túl erős. Oh, annak a háznak már annyi. Bújjunk el ebbe. Mert csak imádom, hogy az Emmy még azelőtt is ki tudja szagolni, hogy benne vagyok a házban, hogy lőttem volna belőle. És így az a válasz, hogy 6 kilométerről minden ledarolos tigelónyiben emberem van. Oké, okay, van még egy fadöntő járművünk. Na, hol van a következő adag? Ha-ho, németek! Hol a büdös életben vagytok? Ó, abból fel tudunk menni esetleg oda. Érdekes lenne. Próbáljuk meg! Ezt ide lerakjuk. Páncer 4-es. Ki hitte volna? Oké, okay, mágnes agna, és futás! Már itt földre! Úgy nem tud minket megsebezni. Oké, okay, tűz! Sajnos ezek tapasztalt harckocsi kezelők, ami azt jelenti, hogy le tudják darálni a profi gyalogságunkat. Oké, okay, vesztettünk, már nem tudjuk felszedni a felszerelésüket ugyebár. Na jó, Wilsonnal megpróbálunk bekamikázézni, hogy legalább megnézzük, hogy érre valamit az a járat. De akkor tudjuk, hogy már nem tudjuk molotovozni a királyi tigrist. Szap! Oké, ezekkel még el is bír Wilson. Kicsit óvatos. Azon viszont két géppuskás azokkal, kétlem. Próbáljuk azért meg. Azt mondom, a mi terrorautónkat halljuk, hogy dönti ki a fákat. Na! Nézzük meg, hogy jó ez valamire. Máshogy pedig nem ide, hogy fel lehet ide jönni. Ja, ez az út, ez pályán kívül van. Oké, okay, akkor megpróbálunk egy afél Rambo mozdulatot. Folyik a fél állszalpas, megpróbáljuk szétgépuskázni a terrautót, fölkapni a műkincseket és elmenni vele, még mielőtt lőnének a tigricsek. És gyakorlásnak... Ó, ez egy nagyon tapasztalt teherautó, szóval esélyük se lesz. Gyakorlásnak kilőjük azt a gyalogságot. Wilson és a gerilla teherautó története. Állítsam meg minél több terrautót. Nem tudom, hogy ez azt jelenti, hogy ötöt kell megszereznem és több van, vagy hogy öt van és próbáljuk meg minél többet megszerezni. Valamelyik. De nagyon örülnék, hogyha már jönne a következő fucking hullám, mert ez egy kicsit unalmas. Nem tudom, mit várnak, tehát nincs mivel felkészülnem ilyen kevés egységgel. Rohadt király tigris. Ó, oh, tehenek! Nem tudom megölni a teheneket? 0-10-ből a legrosszabb játék ever. Na,
Wilsonnal felhíreljük magunkat, miközben a Phantom sofőrrel várjuk a németeket. Komolyan, hogy 5 perc állok, hol vannak? Lehet, hogy komolyan az van, hogy az utolsó teherautó fogta és megállt a pálya szélén, vagy mi van? Mert egyet elengedtünk még az elején, ha emlékeztek, amikor a Sluggerök nem tudták utolérni. Bocsi, a Sluggerek. Köszönjük, Wilson. Ez konstruktív volt. Nagyon konstruktív. Oké, lenézzünk arra, hogy nincs a pálya szélén egy teherautó véletlenül. Vagy hogy nem lőttem el szét félúton, úgyhogy nem vettem észre, és nem hagyta ott valahol a műkincseket. Itt azt hiszem még átjött. És figyeljétek meg, most amíg nem vagyok ott, át fog menni a falon a rohadt német konvoj és elmegy. Na, mi van? Nincs itt a rodék. Akkor... lehet, hogy nincsenek eléggé pozícióba vontatva azok a szarok a templomnál, vagy mi van? Remélem, hogy Wilson tudja őket tolni. Az ezredes úr. Na. Zászlótól azt hiszem látni fogom valamennyire, hogyha németek vannak, mert hogyha elfoglalják, akkor az azt jelenti, hogy ott vannak a faluban. Wilson! Wow! Az a baj, hogy nem tudjuk őket tolni Wilsonnal. Legalább 2 ember kell ahhoz, hogy toljuk ezek szerint. Fuck. Na jó, hogyha oda lerakom, és Wilsonnal kiszállok, és beleszállok, akkor... én is Michel Kampist. Francba. Az idem, hogy akkor közli, hogy oké, okay, kész, oda vitted, nyertél. Na most? Echterárakom a plopra. Nope, nem elég. És egy kicsit beljebb húzom ezt itt. De hogy megmondtam, hogy náci arany lesz bennük? Nincs másik világháborús játék náci arany nélkül. Na jó, menjünk vissza sniperolni a teherautót akkor. Hogyha jön egyáltalán. Át tudok menni már a szobron? Ez az! Oké. Okay. Szóval mennyire kárpótolat el nekér. Át tudok menni terautóval a... nem tudok átmenni az utánfutókon francba. Na jó. Mi a büdös élet folyik itt? Hol vannak a németek? Nekem itt azt mondták, hogy védekeznem kell. Aztán kivettünk az előbb a pálya végéig tenni, nem is azon, hogy elakadtak volna ott. Oké, utána nézek, hogy ez mi lehet. Oké, utána olvastam. Elméletileg az utolsó, elméletileg ez a királytégi Storm Tiger volt az utolsó hullám. Tehát valahol van egy utánfutó, amit nem találunk. Viszont elméletileg gyalogsággal meg kell taparolnunk az összes utánfutót, ahhoz, hogy nem tudom, kapjunk valami scriptet, akármicsodát. Úgyhogy száguljunk. Na, Wilson! Készülj! Oké, ez arra se volt jó. Pattanjunk vissza. És keresjük meg azt a rohadt utánfutót. Lehet, hogy elindult a földúton és szétlőtt a tüzérségem, vagy ilyesmi történetet, nem tudom. Egyébként lehet, hogy többre menjünk úgy Wilson, te menj és nézd körbe itt az utcákon, mert esetleg Wilson messzebbre lát, hogyha nincs benne be a szarban, mert logika. A teherautóval pedig körbenézünk azon az úton és még egyszer megnézem, hogy nem ragadt-e itt len valahol a cucc. Ezek csak jeepek. Ott van a rohadék! Pedig én erre parancsoltam, hogy vontassa el. Erre emlékszem is, hogy ezt innen kihoztam. Na. Megvan a probléma. Várjunk, Wilson ilyen ruha van akkor is, amikor nincs benne a géppuskába? Állj meg egy kicsit. Nagyon fontos dolog.
Ja, oké, ilyen ruha van rajta. Wow. Lecsinálta a pulcsiját, szörnyű. Pedig a kacni még az volt rajta. Na, és ezután feltételezem be kell vennünk ezt a szardarabot itt fönn. Ó, micsoda szép a táj ott a távolban, ami ránézésre 60 km alacsonyabban van, mint ez a plac. Valózod, milyen meredek út lehet már azért? Na. Hozzuk be az utolsó műkincsvágent. Már is tetszik, hogy közben minden vallásos szimbólumot megsemmisítettem a körzetben körülbelül. Oké, egy kereszt még áll valahol, de azon kívül. Na. Ez az. Oké, foglaljuk el a sasfészket. Jó, hogy előre gondolkoztam. Bizon, támadás! Még jó, hogy szétbombáztuk azt a Panzer 4-es, mert Bizonnak esélye sincs ellene. Bár lehet, hogy be tudnék vele így kamikáze sprintelni, ami azt jelenti, hogy már itt vagyunk. Nem, ez egy sebezhetetlen kereszt. Pusztulj! Gyerünk! Megállj minket, ez a rohadt kerítés. Francba. Csodát, csak két tehén, két amerikai és egy keresztelte túl. Oké, itt különöttük a villanypóznákat. BOOM! Az persze szabad. Azt mondom, a német gyalogságot ledaráltuk, ami őrizte, még Wilsonnal, ja. Oké, roham! What the fuck?! What the fuck?! Oké, azt hiszem elbírunk velük, csak lövészek. De akkor is, what the fuck?! De remélem, benn már nincs senki, mert akkor rávasztunk, mert nincs itt egy medikünk se. Oh! Hitler öngyilkos lett. A második világháború, mely embermilliók életét követelte, és mely talán a legszégyenletesebb időszaka volt az emberiség történelmének, véget ért. Európa még számtalan sebből vért, de idővel, ha a sebek begyógyulnak, a fejfákon megkopik majd az írás, és a sírokat is nyomtalanul magába öleli a természet, az emberi lélek mélyén még akkor is ott lesz egy néma fohász. Ó, uram, add, hogy a háború borzalma ne ismétlődhessen meg soha többet. Oké, gyenge. Köszönöm szépen így a végére. Oké, ezek szerint ennyi volt a szövetséges hadjárat. Ja, oké. Akkor, ja, ennyi lett volna a játék. Ez egy kicsit váratlan, mert azt hittem, hogy még van ezután egy küldetés, de mindegy. Határozottan jó kis játék, főleg a maga idejében már egy kicsit már megöregedett, és az emi útkereséséről ne is beszéljünk. A Panzer's Face 2-val valószínűleg fogok játszani, viszont nem rögtön, most ezt a Silent Storm Sentinels fogja követni, ami valószínűleg már el is kezdődött a csatornám esetleg, mert még közel sem vagyok a feltöltések a játék végéhez, úgyhogy ja. Ez volt én már a hatvarna, ez vagy már a Let's Play Codename Panzer's Face 1, és találkozunk a legközelebb valami mással. Addig is a viszont, látásra!